Csillagpont A Csillagpont rádió hírműsora. Szeretett híd nagykövetek jelentkezését várja a Magyar Református Szeretett Szolgálat, hogy el ne felejtsük 48-56-ot gyűlést tartott a nemzetőrség. Idén is megválasztják Miskolcváros város borát. Köszöntöm Önöket, Önök a Csillagpont Rádió hírét haja 2017. március 29-én szerdán, 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Szeretett híd nagykövetek jelentkezését várja a Magyar Református Szeretett Szolgálata a május 19-én és 20-án zajló Kárpát-medencei református önkéntes naphoz kapcsolódva. További részletek következnek Kőrösi Gilice Rékától a Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjétől. Mi a Református Szeretett Szolgálattal nagyon örülünk annak, hogy minden évben egyre többen csatlakoznak a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokhoz, és azért, hogy a szám még tovább növekedhessen, a szeretettel várjuk azoknak a beszámolóját és videóját, akik már részt vettek akár a Szeretet Hívban, akár más programon önkéntesként, és szívesen elmondanák, hogy miért is jó önkéntesnek lenni, és ők mit tapasztaltak az önkéntes segítségnyújtásuk során. Minden esetben, mivel a videót mi szeretnénk felhasználni, publikálni, és olyan helyszínekre tenni, ahol mások is láthatják, tehát nem csak saját magunk nézzük meg ezeket a felvételeket, ezért fontos, hogy aki feltölti a videót, az egy űrlapot. Is ki kell töltenie, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a szeretett szolgálat ezt felhasználhassa a szeretett híd népszerűsítésére. Az idei május 19-e és 20-ai szeretett hídra május 8-áig lehet jelentkezni. Úgyhogy mindenképpen ezelőtt várjuk a videókat. Ha lehet, akkor minél hamarabb, mert minél hamarabb szeretnénk több videót megosztani. A szeretethíd.hu honlapon megtalálhatóak a kritériumok, 20-30 másodperces videókat várunk, és a, ott a honlapon található meg az az űrlap, amit kitöltve el lehet jutatni a szeretett szolgálathoz ezeket a videókat. A határidőnk így számszerűsítve nincsen, viszont mivel május 8-áig lehet jelentkezni a videókat, mindenképpen az elő szeretnénk leadni, úgyhogy a március és április folyamán várjuk a videókat. Hogy el ne felejtsük, 48-at, 56-ot gyűlést tartott a nemzetőrség, állománygyűlést tartott a Kárpát-medencei nemzetőrség Szent István tagozata pénteken a Fráter György Katolikus Gimnáziumban. A civil szervezet felidézte eddigi tevékenységét és beszéltek jövőbeni terveikről. Ma már 450 főt számlálunk országszerte, közöttük 65 Miskolci van, mondta Fodor János Dandár tábornok, a félkatonai civil szervezet elnök helyettese, a Szent István tagozat országos parancsnoka. Legfőbb célunk, hogy a felnövő generációnak lehetővé tegyük, hogy ők is tiszteleghessenek a történelmi hősök előtt. Ezt pedig úgy érjük el, hogy rendbe tesszük az első világháború sírokat, felkutatjuk az 1848-49-es emlékeket és az 1956-osok sírhelyét. A Kárpát-medencéi Nemzetőrség karitatív tevékenységének köszönhető például a sajú melletti kolera temetőként emlegetett emlékhely rendbehozása. Tavaly pedig 680 sírhelyet takarítottak ki a cserkészekkel együtt. Reményicki Tamás azért jelentkezett a szervezet tagjai közé, mert 1956 eseményeinél jelen volt Miskolcon. Lefényképeztek, aztán kihallgattak a rendőrségen, de hála Istennek börtönbe nem zártak, amiatt, hogy jelen voltam a gáti féle eseményeknél. Most a nemzetőrségben szervező és anyagbeszerző vagyok, így segítek a civil szervezetnek nyilatkozta a minap.hu kérdésére válaszolva. A vasútnál kezdte, aztán fegyveres szolgálatnál is volt több mint tíz évet. Ma nemzetőrként társadalmi munkát vállal, koszorúz és gondozza a temetőket. Pénteki gyűlésükön a Fráter György Katolikus Gimnáziumban az országos vezetőség tagjait nevezték ki. Idén is megválasztják Miskolc város borát. Miskolc város szőlő és bortermelésének dicső múltját megidézve. A város önkormányzata a térségben működő hegykösségi tanácsok és a városban tevékenykedő borkultúrával foglalkozó civil szervezetek közeműködésével és támogatásával ismét megrendezi a Miskolc város bora versenyt. A Krizákos polgármester fővédnöksége alatt megrendezendő versenyt április 8-án 10 órától rendezik meg a Gárdonyi Géza Művelődési házban. A versenyre nevezni az Észak-Magyarországi borrégióból származó borokkal lehet. Egyéni bortermelők és bortermelő vállalkozások vagy az általuk meghatalmazott személyek adhatnak le mintát. A verseny résztvevői mintánként három parackot adnak le a borátvétel során, eredeti fél literes vagy háromnegyed literes kiszerelésben, azonosításra alkalmas címkével ellátva, mely tartalmazza a bor fajtájának megnevezését, a bor kategóriáját, azaz száraz, félszáraz, félédes vagy édese, évjáratát, termőhelyét, a termelő nevét és címét. A Miskolc város Bora 2017 címet fehérbor, bor, vörös bor, illetve tokai bor különlegesség kategóriában ítélheti oda a bíráló bizottság, amennyiben talál az adott kategóriában a cím viselésére méltó bort. A borverseny rendezője az oklevél mellett a palackon szereplő érem címke használatát engedélyezi a címet elnyert bor hivatalosan igazolt mennyiségére. A Miskolc város bora 2017 címet elnyert termelők jutalma a cím használatán túl egy-egy díszes diploma és serleg, valamint nevük és boruk felkerül a városházán őrzött Miskolc város bora serlegére is. A nyertes borok termelői az elnyert címet mindaddig feltüntethetik a nyertes bort tartalmazó palackjaikon, amíg az adott bortétel el nem fogy, Idén a Miskolci helyi borászoknak szóló Miskolc város kézműves bora 2017 új kategóriaként jelenik meg. A szakmai elismerést azok a helyi termelők nyerhetik el, akik a város valamelyik történelmi pince során kézműves borokat készítenek, kizárólag saját fogyasztásra és a vincellér szőlész borász és pincesori hagyományokat ezzel tovább éltetik. A bormintákat a Gárdonyi Géza művelődési házban veszik át, április 4 -e és 7 -e között délelőtt 10 délután 4-ig. A szervezők kérik, hogy a borminták leadásával együtt a leadott tételekhez a forgalomba hozatali engedély másolatát is szíveskedjenek csatolni, Fát ültettek, parkot rendeztek a Gárdonyiban, beköszöntött a tavasz is az intézménybe. Az ott lakók a Gárdonyi Géza Római Katolikus Iskola diákjaival fogtak össze, és közösen kitakarították a Bárcai Kúria parkját. Az elmúlt években több fa is megbetegedett, amit ki kellett vágni. Az iskolások a felnőttek segítségével most pótolták a hiányokat, fát ültettek, és örökbe is fogadták. A Platánfát így ők gondozzák majd. Kisákosné Gondárika, Erika, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház intézmény vezetője, ismertette, most van a Teremtésvédelmi Nap a Római Katolikus Egyházban. A közeli katolikus iskola egy platánfát ültetett, ugyanis az elmúlt időszakban sok fa megbetegedett, lehet, hogy néhány el is fog pusztulni, kettőt pedig ki kellett vágni, mert a vihar tönkretette, fűzte hozzá. Köszönöm a figyelmet, önök a Csillagpont Rádió hírét hallották. Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.